Kunor, ne kapkodj! Nyugi, állj bele szépen! Nyugodtan, felhúzás. Egy kör. Egy kör. Ez a büntetés, amiért 5-ből csak 4 lövés talált be a Máté Szalkai versenyzőnél. A lézerlövészettől nem messze gránátdobó verseny zajlott. A Sóstói Múzeum falu pálinka házában pedig totót töltöttek ki a fiatalok. A verseny előtt a honlapra feltöltöttek 100 kérdést és 100 választ a szervezők, ezt a tudást kérték számon a diákoktól. A haditorna megmérettetései pedig évről évre népszerűbbek, idén 28 csapat adta le a nevezését. Az a célja, hogy egy kicsit a honvédséget közelebb hozzuk a fiatal generációhoz, testközelből lássanak katonát, tudják, hogy mik a feladataink, illetve egy sportos, játékos, jó hangulatú vetélkedőn mérjék össze az erejüket, és azt az összetartást tudják itt bizonyítani, ami ugye a 4 fős csoportok között van. Ugye a honvédségnél is nagyon fontos az összetartásnak az eszméje, nyilván egyedül nem lehet sikereket elérni, és tulajdonképpen itt sem lehet egyedül sikerre vinni ezt a versenyt. Szabolcs-Szentmár-Bereg vármegye középiskolásai nem csak aktívan jelentkeznek a versenyre, sikeresen is veszik az akadályokat. Az előző évben a megyei döntőt egy nagyon-nagyon bravúros befutóval sikerült megnyernünk, és a megyei döntő feljogosított minket arra, hogy az országos döntőn is Balatonakaratján részt vegyünk, és ott is egy nagyon-nagyon kiemelkedő eredményt, az országos 4. helyet sikerült megszereznünk a sok-sok kadét, honvéd kadét és rendészeti iskola között egy olyan gimnáziummal, ami gyakorlatilag egy nyelvi gimnázium. Nem csak nyíregyházi iskolák érnek el szép eredményeket, 2 évvel ezelőtt indult a Máté Szalkai csapat először a haditornán, akkor meg is nyerték a megyei versenyt. Rutintanul jöttünk ide, de mivel nálunk rendészeti képzés folyik a gépészeti technikumban, én a munkában hiszek, sokat dolgozunk, és úgy álltunk oda, hogy minden versenyt, aki engem ismer, meg akartunk nyerni. Megnyertük. A haditorna verseny iránt nem csak a fiúk érdeklődnek, egyre több lány is található a csapatokban különböző motivációkkal. Elsősorban engem ugye a sport, mert nagyon szeretek sportolni, tehát az összes ilyen sportot szeretem az atlétikát, szeretem a dobósport, a labdás játékokat, mindent, és ugye mivel tavaly a felkészítő tanárom benevezett az országosra, ott nagyon megtetszett, úgyhogy mivel lett újra ez a lehetőség, gondoltam, hogy nagyon szívesen jönnék. És természetesen van olyan is, akit nem a sport, hanem a katonai része érdekel a versenynek. Kiskorom óta megtetszett ez, és a felmenőim között is voltak katonák. Úgyhogy szerintem ez egy szép hivatás, és én is ezt szeretném csinálni a közeljövőben. Az egész napos versenyt a Kobra csapat, vagyis a Krúdi Gyula gimnázium nyerte, így ők képviselhetik majd vármegyénket a jövő évi országos döntőben Balatonakaratján. Ha pedig a top 3-ban végeznek, felsőoktatási többletpontokat is kapnak a csapat tagjai.